Ezen a témán tovább haladva következik Maró Jákos előadása, aki blockchain mining riért fog nekünk virtuálisan építeni. Köszönöm szépen. És meg kell oldjam a találós kérdést, a 8 gombon melyiket kell megnyomni. Jobbra, balra. Harmadik, negyedik, ötödik, szélre. Hat. Sziasztok! Itt a sok elmélet után egy sokkal inkább földhözragadt részével fog szólni a blockchain területén, hogyha valaki szeret fázik például, akkor hogy tudja télen átvészelni fűtésszámla nélkül nyers áramszámla generálással. Itt a többiek mind beszéltek arról, hogy milyen jó ez, meg szép, és nagyon praktikusan miért kell egy ilyen miner egy ilyen rendszerben, mert ő számolja mind a tranzakciókat, mind ugye az új blockchain-eket, vagy az új tokeneket ő fogja kiszámolni, és azért a fizetséget és az incentiválja arra, hogy csináljon ilyet a technika szeretetén túl. Mivel lehet bányászni? Ugye hát a CPU-val, a GPU-val, meg ASIC-vel dedikált áramkörökkel, ezek úgy így mondjuk ilyen nagyságrendi lépésben is vannak hatékonyságban. Most nagyon röviden, amire van ASIC, arra már semmi másról nem érdemes, mert az annyival hatékonyabb, de a többi algoritmus, amire nincs meg ASIC csinálva, arra van lehetőség GPU-val, CPU-val bányászni. Igen, és hogy miért jó egy GPU, azért, mert az univerzális abban a szempontból, hogy hát akarsz térni másik fajta blockchain-en való bányászásra, át tudsz vele térni, még egy dedikált ASIC-kel nem tudsz. Mi kell egy ilyen gépbe? Hát ez egy PC, tehát olyan túl sok bonyolultság nincs ezzel, kell bele CPU, memória, disk, GPU, abból sok kell bele, meg sok áram kell bele. Na, hogy rakunk bele sok, ugye normál esetben ugye hát az ember vesz egy alapot, belerak egy videókártyát, nagyon menő, akkor kettőt, és akkor örül, de hát itt ugye az a lényeg, hogy többet szeretnénk belerakni. Például ez egy alaplap, amiben 6 PCI slot van, tehát ebben 6 videókártyát lehet beletenni. Vagy itt van egy olyan, amiben 19-re, hát látjuk a sok slotot, és akkor tök jó, vettem egy alaplapot, és akkor ebben a sok PCI-szlotban majd rakosgatom a videókártyát. Na de aki már fogott videókártyát a kezébe, az tudja, hogy ebben nem, hát szóval hova, ugye? Tehát a eleve dupla széles, nem is ilyen kicsi csatia, hanem az a hosszúkás, és hogy what the fuck. Van rá megoldás, úgy hívják, hogy Riser, ott a jobb oldalon látjuk, ami a kicsi csatiból csinál nagyot, és kell bele egy Molex 3-4 pluszba, és egy USB kábel köti össze, hogy mindenkit megzavarjunk, de azzal tölteni nem tudok. És akkor tök jó kártya, kis csati, nagy csati. Jó. Miben rakom ezt bele? Mert a normál gépházban ugye ez így nem fog beleférni, mert abban úgy van, hogy elkészít a fizikai tartás, hogy ott a direktben rárakott kártyát tartsa. Úgyhogy az ember ilyen házi, ilyen vázakat csinál, vagy vesz magának. Ez például egy alumínium váz, ami fal betétekkel, nagyon szép, esztétikus. És ott majd látjuk itt kázi üresen, tehát amikor egy alap van, meg egy táp van benne, és akkor ez úgy kázi így néz ki. És akkor elkezdjük belerakodni a kártyákat, mondjuk itt három kártya van benne, akkor meg így szépen kázi fölülre a fál lefekszik, és a tetején meg ott a kis csavarokkal, meg oda csavarozgatod, és tökre örülsz, és akkor veszel még kártyát, és akkor most már 60 benne, és itt vannak a kis Riserek, és Hellugin-Pol. És akkor itt ugye már két táp van benne, és hogy miért? Na, mert sok áram kellene. Mondjuk egy GTX 1070, a 170 watt, az ugye 1000 watt összesen, plusz az alaplap foci, valami lóplap foci, ugye akkor van több mint 1000 wattot, viszont a tápot hatékonysága meg valahol 85-91% között alapvetik, hogy miért veszel, tehát az nem ad neked egy 1200 wattos táp elég áramot, ezért több tápot kell használni. Meg a redundancia miatt is. Na jó, de aki már épít a gépet, az tudja, hogy a táp az attól nem kapcsol be, hogy a hátulján bekapcsolom, hanem az alaplapon mindenkül be kell kapcsolni, de erre van megoldás, hogy így néz ki, ami szétosztja a bekapcsoló jelet az alaplapról, és akkor mind a két táp be fog kapcsolni, amikor bekapcsolod az alapot. Tök jó. Elég ez az áram, tökre nem, mert hogy hűteni is kell. Tehát 1000 watt az azért sok. Most egy gépet nyilván el fog bírni a bármilyen ambiens hőmérsékletet, de elkezded ezeket stackelni, akkor vissza van nagyon meleg lesz nagyon hamar. És mondjuk egy légkondit mellé raksz, amit egy háromszoros hatékonyság szorozó, egy átlagos légkondi, az azt jelenti, hogy minden 1000 wattra kb. 350-330 wattot el kell költsön hűtésre, ami tovább jön az áram igényre. És ha megépítetted, akkor utána raksz egy Ubuntu-t, és akkor minden szoftver is halleluja. Még egy probléma van ezzel, hogy így ezt nem otthon akarod csinálni, mert zajos, meg meleg.
viszont nem is akarsz folyamatosan oda szaladgálni, mikor az overclockod videókártyád miatt lefagyott a géped, ezért messzire akarod visszakapcsolni. Most ugye vannak ezek a professzionális árammegszakító távolra menedzselhető anyákinja, de az annyiba kerül, mint a gép, amit építettél, tehát nem érdemes. Viszont építhetsz hozzá, és az egyetlen nem polcról levehető alkatrész ebben az előadásban, amit mutatok. Opto izolátor nevű csodával, Arduino-val, ilyen látható néz ki, és távolról tudod a bekapcsoló gombját kapcsolgatni a számítógépeknek, de mint tudjuk, hogy 6 másodperc után ugye egy harci kapcsolást fog végezni. Köszönöm szépen! GPU-s Rhinoiver GT Extend 70-ig vannak, ez 180 MHz per second Ethereum-ot tud körülbelül. Vagy olyan 4500 SOL per second üzenetest körülbelül. Overclockon. További kérdés? Ja, kérdésem van, hogy nagyon sok ilyen mining rigben látom azt, hogy ilyen gamer tápokat használnak az emberek, hogy miért nem használtok server tápokat? Sokkal olcsóbb. Ez a kérdés az, hogy miért használ a szervertápot. Szervertáp is tök jó, van, aki a HP által gyártott szervertápokat használja. Az a nehézség, ugye, hogy valójában ugye PCIe áramellátásra van szükséged, és akkor sokra, és a szervertáp az nem erre van kigyúrva. Tehát olyankor azt szokták csinálni, hogy az alaplapot a szervertápon nyomják, és utána egy hagyományos tápon nyomja a videókártyákat. Mert annak kell, hát kártyánként kell van, hogy kettő PCIe tápellátás hozzá. Mutattad, hogy CPU, GPU, ASIC, FPGA-t, az teljesen kihaltak erről a területről, vagy nem érdemes? Én nem láttam. Kérdés, hogy FPGA van-e ezen az zónában, nem láttam. Őszintén, tehát olyat, amit meg tudnál venni, FPGA-t nem láttam. Tehát ASIC-ot igen, azt tudsz venni, dedikáltad, de FPGA-t. Lehet, hogy van csak ignoráns vagyok. Ezzel évvel akarom mondani az Ádámnak a kérdést, és most végre van a lehetőség. Mi az üzleti modell? Ha felhit lenne, akkor kérdezni, hogy mi az üzleti modell, mert valójában ugye emlékezzünk rá, hogy ezt tőle származik a kérdés. Hát az üzleti modell az, hogy ez bedugod az áramba, és a sok hő mellett valamennyi profitot termelsz azzal, hogy, hogy ezt csinálod. Tehát ez benne az üzleti modell. Amit mindenkire fölülnál figyelni, hogy ezek a visszatérülési ráták, amik ilyen bitcoin oldalakon vannak, hogy coin wars meg ilyenek, hogy veszel egy kártyát, és akkor 4 hónap alatt megtérül. Nem, sokkal lassabb, de valójában tervez nagy kérdőjük. Tehát abban a számításban sosem jönne az összes tökéletlenül, beleértve a hűtést, amikkel, beleértve azt, hogy számítógépekkel dugni a kártyát. És bocsánat, még egy kérdés a megtérüléssel kapcsolatban, hogy ameddigre megtérül ez az egész mining rig, addigra a mining rig az még képes lesz akármennyi profitot termelni? Ismerve, hogy fejlődnek a GPU-k? Tehát, hogy a gyorsabban degradálódik-e a számítókapacitás értéke, mint ahogy megtérül. Ugye hát miután kitermelted az árát, utána ugye az egyetlen költsége az ára, és azért azzal még elég jól el tudsz lavírozni valószínűleg egy ideig. Itt az ugye a kérdés nyilván, hogy a számítás nehézsége, hogy növekszik, az árnövekedéssel lépést tudja tartani, de ez valójában nem a hardware építésnek a kérdése. Ugye sok esetben egyébként, ha historikusan visszanézel a pár évvel ezelőttre, amikor mineoltál most már nagyon értékes blockchain-t, az abban a pillanatban abszolút deficites volt. Tehát mint tudom én, idén januárban 30 dollár volt egy Ether, most 250, 280. Idén tavasszal, vagy idén januárban, amikor mineolta a Ethert, nem érte meg akkor, abban a pillanatban. Tehát ez már egy spekulációs kérdés, ugye itt a Péter mondott, hogy alapvetően ez egy spekulatív piac. Itt legyártottál valamilyen értéket, a közvetlen költségedet akarod fedezni, tehát érdemes olyat mineolni, aminek azért a jelen értéke is olyan legalább az áramdíjat kifizetik, de valójában ezzel spekulálni fog. Úgy spekulálsz, akkor jól lábom, meg is vettem volna 30 dollárban, akkor kb. 30 cikot egy. Kibontani, hogy nem lett. Köszönöm szépen. Köszönöm.